Climate Now, in collaboration with Copernicus. Köszönti Önöket Tokumbo Szelekó a Climate Now-ban, amely havi áttekintést ad bolygónk helyzetéről. Az északi-tengeri szélenergiaipar gyorsan növekszik, de veszélyeztetheti ezt a bővülést az egyre több szélcsendes időszak. Van bizonyítékunk, hogy a szélaszályok egy kicsit gyakoribbá válhatnak. Ez még mindig nagyon bizonytalan, de mindenképpen fel kell készülnünk rá. Először nézzük a Copernicus klímaszolgálat legfrissebb adatait, amelyek azt mutatják, hogy az idei március fél Celsius fokkal volt melegebb az 1991 és 2020 közötti átlagnál. Ezzel együtt ez a második legmelegebb március az eddigi feljegyzések szerint. Ha megnézzük a hőmérsékleti anomália térképét, láthatjuk, hogy mennyivel melegebb volt a bolygó nagy részén. A térképen a piros sáv a magasabb márciusi hőmérsékleteket mutatja Marokkótól Japánig. Számos új hőmérsékleti csúcsot regisztráltak a hónapban. Például Agadir tengerparti üdülőhelyén március végén 38,9 fokot mértek. A hónap elején a kínai Wuhanban 26 fokot mértek, ami 12 fokkal volt magasabb az ottani átlagnál. Eközben az USA nyugati részén és Kanadában hidegebb volt. San Franciscóban március 27-én 5,5 Celsius fokot mértek, ami 1898 óta a legalacsonyabb érték. Térjünk át a csapadék adatokra. Európában a térképen kékkel jelölt területek mindegyiket csapadékosabb volt az átlagosnál a múlt hónapban, Írországtól és Franciaországtól egészen Oroszországig. Törökországban hullott a legtöbb csapadék, még Dél-Európa nagy részén az átlagosnál kevesebb eső vagy hó esett. Ez a csapadék anomália részben tükröződik a talajnedvesség anomália térképén. Láthatjuk, hogy az Ibériai félsziget nagy részén a talaj az évszakra jellemző átlagnál lényegesen szárazabb. Most pedig jöjjön helyszíni riportunk arról, hogy az úgynevezett szélaszály korlátozhatja-e az európai tengeri szélenergia ágazatban rejlő lehetőségeket. Egyre több ország törekszik rá ugyanis, hogy az északi tengert zöld energia lelőhelyé alakítsa. Paul Hackett riportja Dániából. Itt látszik a legjobban az európai tengeri szélenergia felhasználás növekedése. Az SBR kikötőjében zajló események léptéke valóban epikus. Az EU nem csak azért szorgalmazza a megújuló energiaforrások, például a szélerőművek elterjedését, hogy teljesíteni tudja az éghajlatvédelmi ígéreteit, de azért is, hogy csökkentse orosz energiafüggőségét. A kereslet robbanásszerűen növekszik. Már most tudjuk, hogy 2025-ig mindent eladtunk. A kormányok és a nagy energiavállalatok ambíciói megvannak. Tudjuk, hogy van kereslet a tengeri szélenergia iránt, és ez nagyon stabil a következő 8-10 évben. Nem nehéz kitalálni, hogy miért az Északi-tengerre esett a választás. Ez az egyik legszelesebb hely a Földön. Az évtized végére a cél az, hogy a tengeri szélerőművek 65 gigawattot termeljenek. Ez 30 atomreaktor kapacitásának felel meg. De mi történik, ha a szélerő a globális felmelegedés hatására csökken? Az éghajlatváltozás mindenképpen hatással lehet a szél változékonyságára. Sok a bizonytalanság a modellek között, de úgy tűnik, hogy több változékonyságra és kicsivel több szélcsendes időszakra lehet számítani. Az Egyesült Királyságban és Írországban 2021. júliusa és szeptembere között az átlagosnál jóval alacsonyabb szélsebességeket mértek. Milyen hatással lehet az energiabiztonságra, ha ez idén is megismétlődik? Már felkészültünk ezekre, mert már most tapasztaljuk a szélaszályt, és még ha a jövőben egy kicsit gyakoribbá is válnak, megvannak a technológiáink, hogy megbirkózzunk velük. Az ipar többek között a turbinák hatékonyabbá tételével igyekszik fenntartani a működésüket. Alacsonyabb szélsebességnél a turbinák kisebb teljesítményt termelnek, de megváltoztathatjuk a konstrukciót úgy, hogy a generátorhoz képest nagyobb legyen a rotor, így alacsonyabb szélsebességnél is kiszámíthatóbb teljesítmény szülessen. A következő években létfontosságú lesz, hogy képesek legyünk mérni a szél változékonyságát. A szélaszályra vonatkozó megbízható adatok előrejelzése kulcsfontosságú lesz a hatékony gazdálkodáshoz. De persze a szél csak egy összetevője a szélesebb körű megújuló európai energiarendszernek. Ennyi fért mai adásunkba, de a bolygónk változásáról többet is megtudhatnak az euronews.com/climatenow oldalon. Viszlát legközelebb! Climate Now, in collaboration with Copernicus.